Több hónapnyi bezártság után az emberek igényei elkezdtek változni. Elemzők meglátása szerint az ingatlanpiaci kereslet eltolódott az agglomerációban lévő kertesházak, a vidéki nyaralók, de akár az erkéllyel vagy terasszal rendelkező lakások irányába. Ahogy a koronavírus megjelent, nagyon sok ember ugye bezárkózott, nem hagyta el a lakását. Ennek az lett a következménye, hogy tetőpszichésen nem érezték túl jó magukat fent egy kis lakásban, és akkor ebből az lett, hogy hétvégi házat, telket vásároltak, sőt, aki megtehette, az kertesházba vágyódott, és mihez is lehetősége volt rá, azt az ingatlant, ahol a járvány márciusi időszakát átvészelte, megpróbálta értékesíteni. Vagy városon belül mozogtak, vagy pedig tényleg ilyen agglomerációban hobbitelket vettek. A nyíregyházi ingatlanpiacon megfigyelhető, hogy a belvárosi minigarzonok árából a közeli agglomerációban családi házat lehet vásárolni. A családi házak fenntartására és a váratlan kiadások fedezésére az állami visszanemtérítendő támogatások nyújtanak segítséget. Tulajdonképpen aki vásárol, vidéken általában falusi csokra vásárol, ugye, vagy babaváróra, itt szokott maradni pénz a felújításra, tehát itt ezt meg tudják oldani, illetve hát most van egy új dolog, ami a múlt héten jelent meg, még nem teljesen részleteiben, de előre finanszírozással akár egy 6 milliós felújításnak a felét vissza lehet majd igényelni ott, ahol gyermek van. Ez nagyon kedvező, tehát pont ezeket szerintem próbálják kiegyenlíteni ezzel a támogatással, hogyha valamilyen családi házat megvesszük, akkor a korszerűsítés az meg tudjon valósulni ebből az összegből. Az elmúlt hónapok tendenciái azt mutatják, hogy a családi házak magasabb áron kelnek el, és hamarabb tulajdonost váltanak, mint az előző években. A belvárosi lakások árából azonban 10-12%-os alkuösszeg is leszámítható. A városban és környékén a 60-80 négyzetméteres 15-30 millió forintos ingatlanokra van komoly kereslet.